Kengyelen 2016. február 6-án második alkalommal rendezték meg a tűzoltóbált. A már hagyományos eseményen közel 180 fő vett részt. A bálon többek között köszöntötték az új önkéntes tűzoltókat, valamint a veterán bajtársaknak emlékérmet adtak át eddigi munkájukért. Ettől az évtől a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját már egy vonuló jármű is segíti, melyet Törökszentmiklós város biztosította rendelkezésükre. Az egyesület továbbra is várja önkéntesek jelentkezését. Ez a második tűzoltóbál, tavaly előtti volt az első tűzoltóbál, ottan a 22 fő tűzoltó tette le az esküt, illetve a zászlóavatása megtörtént. Az idei, az kicsikét nagyobbra sikerült a tervezetnél, 130 fő vacsorás lett a vége, meg 50 fő nem vacsorás, elég szépen összejöttünk, hál' Istennek. Most jelenleg három bográcsban rotyog a pörkölt odakint. Szeretnénk ezt minden évben megrendezni. Ennek két olyan haszna is van, amit úgy említése méltó. Egy az, hogy ugye az egész évben a dolgozó aktív tagok egy kicsikét itt szórakozhassanak, összekovácsolódjon a csapat. Természetesen, akik ugye rendszeresen támogassák az egyesületet, ez a bál alkalmával megköszönjük nekik azt, hogy ugye támogatták az egyesületet, meg természetesen ugye a belépőjegy megvásárlásával, ezzel is ugye a vendégek támogassák az egyesületet. Akkor beszéljünk egy kicsit az egyesületről, mi az, amit tudni kell egy pár mondatban, ha bemutatnál? Hát az egyesületünk jelenleg 25 fő tagja van, ebből 15 az aktív, a 15-ből 7 darab hölgy, jelenleg 11 főnek van tűzoltói végzettsége. Most múlt héten két férfi és egy hölgy végzett 40 órás tanfolyamot, tavaly szintén végeztek hárman. Most február 20-án indul Szolnokon a 2-es fokozatú tűzoltás vezetői, és oda is két fő fog majd elmenni. Így azt mondom, hogy a szakmai része az rendben lesz az egyesületnek, akadály nem lesz a beavatkozásnak, a működésnek, még majd ugye természetesen védőfelszerelés, szakfelszerelések híja van. Karácsony előtt kaptunk egy tűzoltó autót, egy korához képest nagyon jó állapotban lévő Renault Mediliner típusú tűzoltót a Törökszentmiklósi önkormányzattól, térítésmentesen használatra forgalomba helyeztük. Január elején egy háromnapos belvízvédekezés volt Kengyelen, és már ott a gépjárművet használatba is vettük, mert olyan helyekre, utcákba, ahol megállt a víz, meg saras volt, ugye ez a terepjáró képességű autó, ez nagyon nagy célt szolgált a csapatnak. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak a vállalkozóknak, illetve a tagoknak, akik áldozzák idejüket és támogassák egyesületünket, és a családjaik tagoktól ugye távol vannak, szeretném megköszönni a hozzáállásukat, és létszámilag is elférne még egy pár jó markos fiatal ember az egyesületbe, várjuk szívesen azokat, akik szeretnének jelentkezni az egyesületbe. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Kengyeli Önkormányzat nevében. Külön tisztelettel köszöntöm Kurgyics János urat, a Jászlakon-Szolnok megyei Tűzoltó Szövetség elnökét, nyugalmazott tűzoltó ezredes urat. A Jászlakon-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Szövetség elnökét, Nagy Róbert alezredes urat. Dékány László urat, a Szolnoki Tűzoltóság parancsnokát, alezredes urat. Dr. Pataki Csaba elnök urat, a Törökszentmiklósi Tűzoltó Parancsnokság elnökét. Mondhatni azt is, hogy testvér egyesületünk elnökét, Seres Tibor, a Túrkevei Tűzoltóság parancsnokát, Istenhoz. Köszöntöm Erdélyi Tibor urat, a Magyar Vöröskereszt Mentőegység csapatvezetőjét, a Szolnoki Tűzoltóság SZER parancsnokát. Nagy tisztelettel köszöntöm egyesületünk ügyvédjét, dr. Vince Gyula ügyvéd urat és kedves feleségét. Nagy tisztelettel köszöntöm Sziráki Tamás tűzoltó alezredes tűzoltó felügyelő urat. És természetesen Bak Rihárd Zsolt urat, a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. És természetesen minden kedves vendégünket Kengyelen innen és túlról. Nagy tisztelettel felkérem Nagy Róbert tűzoltó alezredes urat, a Jászlakon-Szolnok megyei katasztrófavédelem elnökét, hogy adja át a tanúsítványokat azoknak a derék tűzoltóinknak, akik elvégezték
a 40 órás tanfolyamon. Túl vagyunk egy tűzoltó laptanfolyamon, ami során a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek három tagja elvégezte a tűzoltó laptanfolyamot, méghozzá nem is akármilyen eredménnyel, hiszen két jeles és egy négyes bizonyítvány van a kezemben. Gratulálok a hallgatóknak, akik ilyen sikeres vizsgát tettek, és most pedig szeretném felkérni polgármester urat, hogy adja át az okleveleket a tagoknak. Az első Márton Jánosné, aki jeles eredménnyel végezte el január 19-én az a laptanfolyamot. Gratulálok! Szintén jeles eredménnyel Tóth Csaba végezte el a tűzoltó laptanfolyamot. És négyes eredménnyel Tóth András úr végezte el a tűzoltó laptanfolyamot. Gratulálunk a tűzoltó laptanfolyamot végzett kollégáknak, kívánunk nagyon sok sikert a munkájukhoz, kívánunk minél kevesebb eseményt és jó egészséget. És szeretnék gratulálni Bakriád úrnak is, hogy ezt a remek egyesületet összehozta itt Kengyelen, hiszen már ebben az évben a belvízvédekezési feladatok során nagyon sok munkaórát tett be a Kengyeli Tűzoltó Egyesület abba, hogy Kengyel településen a belvízhelyzet megoldódjon, úgyhogy ebből is jól látszik, hogy egy jól működő, jól képzett tűzoltó egyesület jött létre itt Kengyelen, amely az idei évben már ugye egy tűzoltó gépjármű fecskendővel is bővült, tehát minden feltétel adott lesz hamarosan, hogy még sikeresebben, még nagyobb eredménnyel tudjanak működni. Nagyon szépen köszönjük alezredes úr eddigi segítséget és támogatását, és örömmel biztatok mindenkit, hogy lehet csatlakozni egyesületünkhöz, ugyanis tárt ajtók várnak mindenkire. Köszönjük és gratulálunk a tűzoltóinknak, köszönjük szépen! Most pedig nagy tisztelettel megkérem Kurgyics János elnök urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tűzoltó Szövetség elnökét, nyugalmazott tűzoltó ezredes urat, hogy adja át a szolgálati érmeket. Köszönöm szépen! Tisztelt jelenlévők, kedves tűzoltó bajtársak! Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit a Megyei Tűzoltók Szövetsége részéről. Nagy öröm számunkra, hogy újjá élet itt Kengyelen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, hiszen sok olyan település van, ahol jól működnek a tűzoltó egyesületek, de sajnos olyanok is vannak, hogy megszűntek tűzoltó egyesületek, és külön gratulálok, és minden elismerésem azokért az emberek, azoknak az embereknek, akik ezt létre tudták hozni és folytatni tudják. Hát én kívánom azt polgármester úrnak is, hogy legalább ilyen lelkesedéssel támogassa az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, mert jó polgármester, illetve képviselőtestület nélkül nincs jó tűzoltóság. Ez tapasztalat többi településen is így van. A tűzoltóknak van olyan érdemjelük, amit szolgálati idejük után kaphatnak. Hát most olyanok fogják kapni, akik nem most az új alakuló testületben tevékenykednek, ha bár tevékenykednek, amíg nyugdíjasok akkor is, hanem a régi időkből. Az Országos Tűzoltó Szövetség ilyen érmeket adományoz, hát különböző fokozatokban, többek között így 30 éves szolgálati érem elismerésben részesül Varga Antal, szintén 30 éves szolgálati érem elismerésben részesül Nyeső Zoltán.
emelkednek az évek. 40 éves szolgálati érem elismerésben részesül Brena József úr. És egy néhány gondolatot engedjenek meg, hogy mielőtt átadnám az 50 éves szolgálati érmet Papp Pál kollégának. Hiszen az a meglepetés ért engem, hogy mi már találkoztunk, aminek nagyon örülök. Ennek már több mint 30 éve valószínű, de minden elismerésem és további jó egészséget, sok sikert kívánok. És még egy, hát nem is elismerés is, de egy emléklapot szeretnék átadni az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Megkérem az elnök urat, hogy vegye át. Köszönöm szépen, és valamelyiknek nagyon jó szórakozást kívánok a mai estére, és folytassák ezt a nagyon szép hagyományt, hiszen a településeknél kevés olyan tűzoltó egyesület van, ahol tűzoltó bált rendeznek, hál' Istennek most már egyre több van, és ez egy nagyon jó hagyomány, összekovácsolja nem csak a tűzoltókat, hanem a családtagokat is, mert megérdemlik a családtagok, hogy jól érezzék magukat ők is, a tűzoltók férjek mellett. Köszönöm szépen, és további jó szórakozást! Kedves hölgyeim és uraim! Számomra nagy megtiszteltetés, hogy önöknek ezen a kedves összetetteni részt vehetek, és köszönöm szépen polgármester úrnak is a kedves invitálását. Volt, helyesebben van, egy bozót tűzoltó autónk, ami már hosszú évek óta garázsban áll, mert senki nem tudta semmire sem használni. Viszont úgy gondoltuk, hogy itt Kengyelen, hogyha ezt a tűzoltóautót rendbe hozzák, akkor a község fogja tudni használni a jó cél érdekében. Ezt jó szívvel adtuk át Kengyelnek használatra, ezt a tűzoltógépkocsit. Én kívánom azt, hogy ápolják ezt a gépkocsit, tartsák karba, de ne kelljen sokat használni. Köszönjük szépen! Vegyék használt ennek a gépkocsinak szeretek. Köszönöm szépen! Nagy tisztelettel köszönjük nektek, elnök úr! Igyekszünk jó gazdái lenni! És akkor kedves vendégeink, kedves meghívottak, már csak egy név van hátra a mai ünneplők sorából. Ez a fiatalember, aki életre hívta ezt az egyesületet több mint 3 évvel ezelőtt. Sokan akkor talán nem is bíztak abban, hogy ez ide fog jutni, de örömmel jelentem, hogy ma már bejegyzett, hivatalos egyesületként működik, és mostantól kezdve aztán igazán rá fog kapcsolni. Ahogy ismerem a mai este házigazdáját, ebben egészen biztos vagyok. Ehhez kívánok neki sok erőt, jó egészséget. Fogadjátok sok szeretettel Bak Rihály Zsolt parancsnok urat! Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy kicsikét meghatódtam én is itt a sok ajándék átadáskor, de még ezzel nincs vége, mert van 3 olyan személy, aki rendszeresen támogassa az egyesületünket. Ennek szeretnék átadni egy kis ajándékot. Megkérem Ambrus Istvánt, hogy jöjjön közelebb. A fő szakácsunk és fővadászunk. Gratulálok! Oh.
Hú, egy nagy fegyverrel, egy nagy hosszú fegyverrel Ambrus István úr megkapja az emlék érmét. És akkor parancsnok úr. Szeretném megkérni Turcsányi Gyula urat, hogy... Turcsányi Gyula úr a gépjárművünk üzemben tartásában segített, ezért szeretném megajándékozni egy kis aprósággal, és szeretném a továbbra is ilyen kitartóan hozzáállni az egyesületünkhöz. És a tankolásában is segített, ehhez is sok erőt kívánok neki a továbbiakban. Köszönjük szépen. Turcsányi úr, mit szeretné hozzáfűzni? Nem szeretnénk semmit hozzáfűzni. Örülök neki, hogy... hogy elismertek, és észrevettek, hogy valakit segítettem. Mi is örülünk, és nagyon köszönjük Turcsányi úrnak. Parancsnok úr! Szeretném megkérni Nagy Mihály urat. Nagy Mihály úr egy láncfűrésszel támogatta az egyesületünket, ami nagyon fontos felszerelése egy tűzoltó autónak. Szeretném neki megköszönni. Nagy Mihály úr is megkapja tehát az emlékérmét. Neki nincs hosszú fegyvere, úgyhogy ő csak egy szerény bort kap ajándékba. Gratulálunk és köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, és az este további időpontjára pedig jó szórakozást kívánok, majd későbbben jó vacsorát a vacsorához. Egy bálon vagyunk, és ugye az itteni egyesületet ünnepeljük. Mi a vélemény az egyesületről? Hát én nekem nagyon jó véleményem volt az egyesületről, még 10-20-30 évvel ezelőtt is, mert akkor tényleg egy életerős egyesület volt itt Kengyelen. De sajnos itt is alább hagyott a lendület, és most néhány éve egy új fiatal társaság szinte újjáélesztette ezt az egyesületet, ami nagyon nagy jelentőségű egy településen, hiszen a település lakosságát tudják szolgálni, és ha valamilyen baj van, akkor őrájuk biztos, hogy lehet számítani. Ezért tisztelem, becsülöm a polgármester urat is, meg a képviselőtestületet is, hogy mögé álltak ennek az ügynek. Beszéljünk akkor egy kicsit a múltról, hogyan emlékszik vissza? Hát nyilvánvaló, hogy olyan felszerelések régebben nem voltak, mint most, hogy van már gépjárműfecskendő, tűzoltó gépjárműfecskendő, de annak idején volt egy valamilyen kis autó, amiben bele tudták helyezni a 800-as kis motorfecskendőt, vízsugarakkal tudtak beavatkozni, de ha nem, akkor kéziszerszámokkal. Mennyire fontos az, hogy évről évre egy-egy ilyen bál megrendezésre kerüljön, ahol ugye elismerik a munkájukat? Hát a bál nem csak azért, hogy elismerik a munkájukat, hanem hogy a falu lakossága is lássa, hogy milyen tevékenységet folytatnak, és nem csak a munkát, ne csak a munkát lássák, hanem az, hogy szórakozni is tudnak a tűzoltók, és szeretnek a tűzoltók. És ha a tűzoltó családtagok, feleségek is részt vesznek ezeken a bálokon, már pedig részt vesznek. Az is egy elismerés, hogy lássák, hogy van egy ilyen. Mennyire van manapság a tűzoltó megbecsülve, elismerve? Köztudott volt a médiákban is, hogy a tűzoltók élvezik a legnagyobb elismerést a munkavállalók között. Hát most bízunk benne, hogy fölfelé fog ívelni ez a pálya is, különösen a önkéntes tűzolt egyesületek részéről van támogatási lehetőség, és van pályázati lehetőség is az Országos Tűzoltó Szövetségen keresztül, a Belügyminisztériumból természetesen, és biztatni fogom a Kengyeli Egyesület vezetőit is, hogy az idénre is nyújtsanak be pályázatot, és néhány 100 000 forinttal már tud akkor gyarapodni az egyesület. Karácsonyi ajándékként az egyesület kapott egy tűzoltóautót Török Szent Miklósvárostól. Mit lehet erről elmondani? Hát ezt a tűzoltóautót mi nagyon szeretettel adtuk a Kengyel tűzoltóságnak, ugyanis ez már évek óta garázsban állt. Ez egy speciális bozót tűzoltó autó. Ennek mi nem tudtuk használt venni. De használatra ezt mi nagy szeretettel átadtuk Kengyel községnek, és hát én azt kívánom,
hogy legyenek jó gazdái ennek a tűzoltó autónak, de ne sokat kelljen használni. Tehát ez azt jelenti, hogy kevés bevetésen vegyen részt, mert mi ugye, ha tűzoltással is foglalkozunk, de hát az az öröm, hogyha minél kevesebb munka van. Mit jelent Kengyelnek ez az egyesület, ami itt ma egy kis ünnepséget tart? Ez az egyesület már egy közös gyermekünk a településsel, illetve Bak Rihárd Zsolt parancsnok úrral. Ráadásul nagy örömünk számunkra, hogy néhány hónappal ezelőtt be is jegyezték hivatalosan az egyesületet, tehát most már pályázhat, forrásokhoz juthat, és hivatalosan is tevékenykedhet. Az egyesület egyébként körülbelül 2 évvel ezelőtt alakult meg a már említett tűzoltó parancsnokunk kezdeményezésére, és azt mondom, hogy egy rendkívül pozitív kezdeményezés, ugyanis párttól, világnézettől és nemtől függetlenül csatlakoztak az egyesülethez. Már 2 éles bevetésünk is volt, ugyanis 2014 őszén, illetve néhány héttel ezelőtt a belvíz megtréfált bennünket, amikor az egyesület már megmutatta valódi erejét. Természetesen majd most következhet az eszközbeszerzés. Néhányan már most elkezdték a 40 órás tanfolyamot, ami jogosítványt ad nekik arra, hogy a bevetéseken részt vegyenek. Egy rám is vár majd, úgyhogy ezt be kell mindenképpen ütelmeznem a mindennapjaimba. Sőt, itt szeretném megjegyezni, hogy köszönetet mondjak Törökszent Miklós város önkormányzatának, akik a rendelkezésünkre bocsájtottak egy tűzoltóautót, amivel azt gondolom, hogy még jobban tudjuk demonstrálni ennek az összefogásnak az erejét, sőt, hogyha ne adj Isten az élet úgy hozza, még bevetésre is tudunk vele indulni. Hogyan jött az ötlet, hogy Törökszent Miklóstól ezt a tűzoltóautót elkérjen? A mi parancsnokunk, az egyesületünk elnöke Bak Rihárd Zsolt, ő Törökszent Miklóson az önkormányzati tűzoltóságnál teljesít szolgálatot, és ő tájékoztatott arról minket, hogy van egy autó, amely kiváló állapotban van ugyan, de a mai kor követelményeinek már nem felel meg. Ezért megkerestem a polgármester urat levélben, aki arról tájékoztatott, hogy a következő soros ülésen megtárgyalja a testülettel. Ezen pozitív döntés született, így december 23-án birtokba vettük ezt az autót. Azóta műszaki állapotán próbáltunk javítani. A műszaki vizsga előtt állunk még ugyan, de én bízom abban, hogy már a tavasszal bevetésre készen lesz a gépjármű.